ismert. Sokat vertek, sosem bőgtem. Senki nem várt semmit tőlem. Rossz vér, rossz vér, rossz vér, rossz vér. 10 éves még alig múltam. Szeretettel üdvözlünk mindenkit, Hírháttér Multimédia és Hír Aréna Online, ismét itt vagyunk a Vidröcki csádában. Egyszer már Baranyec János úrral, becenévén Branyóval készítettünk filmet. Volt válogatott boxoló, zenész, ugye jelenleg például zenész, Radics Bélát személyesen ismeri, volt szakács, van szociális munkás, volt étterem tulajdonos, sok minden volt, majd ő beszél róla biztos. Először is akkor bemutatnám, hogy kik vannak az asztalnál. Ha bemutatnád esetleg. Igen, igen. Tessék, Miskolc Ilona. Radics Béla élettársa volt 100 évig. Szóval Icuka, aki a Béla nagyszerem volt, illetve a nagyszereme, ez nagyon fontos dolog, és azóta is, ha bár volt egy csodálatos házasság, ő őrzi Béla emléket, ez mindig benne van a képben. Tehát ő az a mi nagyasszonyunk, a rock nagyasszonya, akinek mindig örülünk, és örülünk, hogy már jött hozzánk. Igen, ő mellett egy zseniális hangú énekesnő, tényleg zseniális. Szülősi Andrea, aki tényleg egy fantasztikus énekes, és egy fantasztikus egyéniség. És hát én ott tisztelet, gondolj vele, hogyha tiszteletbeli hugom. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, ez csak nagyon keveseknek adatik meg. Nagyon tisztelet szeretem, mert egy fantasztikus ember fantasztikus hanggal megáldva, és hát nézze, gyönyörű és aranyos. Hát mit mondjak itt ebben? Egyébként 1000 nyelven beszél, és egy nagyon intelligens hölgy. Azóta érzem, jele benne lép, béke és szeretet, legyen a szívben, ez állt a zöld csillag jegyében, vele megyek, csillag leszek én is, vele megyek, csillag leszek én is. Igen, kiváló gitáros, akivel beszélgettem, hogy olyan, mint a John Carpenter játszana. Mester Sanyi barátom, aki egyébként tényleg ő szó szerint a vastakúrok mestere, zsenélis, hogy játszik, hát nézzük a basszus gitárját, az a bun nélkül basszus gitár, az annyit jelent, hogy aki ezen tud játszani, az VR profi, az nagyon ügyes, és hát ott hallottad őt, hogy mester a hangszerének, zsenélisan játszik. Egyébként mellesen még jól is énekel, és hát nem tudom, hogy ez az Easy Top, nem tudom, hogy jutott eszembe, hogy az az Easy Top, az teljesen jól énekli, úgyhogy az abszolút rendben van, így ebben a figurával, abszolút rendben van a dolog. Egyébként boldog nagypapa, úgyhogy ez még egy külön fontos dolog. Újra itt vagyunk a Vidrockiban, tehát ez egy olyan hely lesz, ahol továbbra is minden hónap első péntekén játszunk.
Hát bluesbegyárok vagyunk, tehát elsősorban blueszenét játszunk, de mindenféle zenét. Tehát látom most például megjelentézzük, és hát azonnal elkezdünk Radics Berekat játszani, vagy egyiket azt mindig játszunk, mert az nekem az a kötelezettségem, hogy a barátomra megemlékezzek. Tehát amit ő írt, és amit írtam róla, azokat mindig meg kell jelentetni. Nagyon fontosak. És itt egy kicsit örömködünk. Tehát itt volt olyan, hogy 5-6 zenész összejött, és egymás kezébe rángattunk ki a hangszert. Tehát igazi jó feeling volt. Oké, magadról is beszélj egy kicsit, hogy mi a helyzet mostanában, vagy mióta hát, találkoztunk. Igazából a csoportterápiát most nem tudom csinálni, nincs rá megoldva. Meg, igen, ez milyen csoportterápia? Szociális művészetterapeuta vagyok, és önismereti csoportterápiát szoktam csinálni. Tehát gyakorlatilag mindenkire ráfér, az embernek az élet átrendeződik. És ezeket az átrendeződött helyzeteket kezelni kell, és ehhez kell azt az ember tisztában legyen, hogy ő most éppen kicsoda, tehát ez mindig változik. Gondolj bele, hogyha vagyok eddig beosztottál, most főnök leszel, ez egészen más élethelyzet, és az alkalmazkodni kell, és az emberek tisztában kell lenni magában, hogy ő most hol tart éppen. Ez nagyon fontos. Hát kulturális rendezvény szervezőként rengeteg koncertet szervezek. Most például Béla barátom 35. halálának 35. évfőző mindenképpen csinálok bulit, de össze akarom kötni a Somlajos 70. születésnapjában. A tavaly úgy csináltuk, hogy énünk is meghalunk volt a címe a koncertnek, ugyanis hát a Lajos meg Éla Béla meghalt, és a két régi barát, két nagy zenész. Arra hegyeztük ki, csak hát most felmerült egy kis probléma. Ugyanis tavaly a Rock Múzeumban tudtuk ezt a koncertet megcsinálni nagy sikerrel. De Lajos az ott elvitt a Rock Múzeumból a Rickenbackerét, amit annak idén a Buzonnak ajándékozott. És ezért szerintem nem olyan szívesen látott ember most ott. Úgyhogy hiába a 70-es, meg még egy probléma felmerül. Lajos 69, ez nem volt akkor a szám. És a Lajos 70 az már szám lesz. Ki lesz a TV, rádió és a mosógép, az már biztos, az már bejelentkeztek. Tehát ez mindenképpen futtatni fogják, és elő fog jönni valami ördögök együtt, úgy lesz arra a magyarán a Lajost, hogy kell. És azt mondja, hogy új Lajos, hát csinálják egy nagy bulit, és kaszálni akar rajta. Most én is szeretnék kaszálni ezzel a bulin, de úgy, hogy a Lajosnak adjuk oda pénzt. Tehát van egy ember, aki egy hatalmas zenész volt, nagyon nagy arc egy égvőnt azon kívül is, aki most teljesen készen van, és ennek az emberek segíteni kell. És ez az egy módja van, de gyere megünnepjük a születésnapodat, meghívunk nagyon sok jó zenészt, mindenki előtt nyitott a színpad, aki szereti őt, és mondom, én meg, hát a Béla az nekem mindig a szívem csücsköt, ez a legjobb barátom van. Tehát a rengeteget tanultam a Bélától, emberileg, zeneileg, mindenhogy. Radics Béláról van szó, igen, természetesen. De a Béla az nekem a Radics Béla. Úgyhogy októberben biztos, hogy lesz Radics Béla buli, emlékbuli. Sajnos a Radics Béla társasága nem mondjuk a Nexus, hogy meg tudnak együtt szervezni. Mindig nyitott vagyok, nagyon szívesen látom őket. De ez még nem sikerült, ez egyeztetünk, de mi biztos, hogy meg fogunk emlékezni, ez 100%. Branyót nagyon-nagyon régóta ismerem, még amikor fiatal volt és bohó. Most is fiatal és bohó, nem? És hát igen. És nagy élmény volt, hogy ott lehettem az esküvőjén, mert az esküvőjén a Béla volt a tanúja, és együtt ültünk a főasztalnál, és ez nagyon nagy élmény volt nekem, az is. És az is, hogy most itt lehetek, meg a múltkor is a Borpatikában, amikor ott voltam, mert fantasztikus élmény az, hogy a tanítványon keresztül mindig itt van a Béla velünk. Versenyfutottál a széllel, s eljöttél hozzám egy éjjelsz. Mondtad, hogy jéghújt a napból, és nincs menekvés az örök fagyból. Én láttam, hogy tönkretettek téged, és tudom, hogy miért fáj a szíved. Szeretlek a legjobb szerelemmel, hogy ne légy többé megáltozott ember. Aki csak vár és remél, mégis szóltam ő. Itt van az asztalnál Szőlősi Andrea, hallottunk énekelni, rendkívül energikus hangod van, tisztán énekelsz. Beszélnél valamit, hogy
tehát tényleg színpad, nagyon színpadra teremtettél. Egy pop együttessel kezdtem valamikor a pályafutásomat, nem túl régen. Azután rockra váltottunk egy másik bandával, ahol Deep Purple-öket, Zeppelineket és a magyar rock gyöngyszemeit énekeltük, vagyis játszottuk. Aztán megismertem Bratyót, Branyót, Sándoron keresztül, úgy 2 éve körülbelül. Egy bandában játszottunk, és igen, és a híred megelőzött, és így most van alkalmam kipróbálni ezt a műfajt is, a blues-t. Működik. Működik. Kipróbálod, de működik. Igen, igen. Oké, de nagyon profi módon énekelsz, tehát hogy akkor hogy most kezdted, vagy akkor előtte nem énekeltél, vagy hogy? Együttesben nem. Hát otthon állandóan énekeltem, szüleim szerint beszélgetés helyett is énekeltem, és aztán egyszer valaki a kezembe nyomott egy mikrofon, de az csak olyan 15 éve volt, talán körülbelül nem is tudom. Akkor valljál be mindent, az és most hát van mit tanulnom, bőven. Köszönöm. Egyébként Andika, szerintem eddig a legnagyobb siker az volt, amikor kim voltunk Hembronban, buszfesztivál, mi voltunk a főzenekar, Németországban, és egy nagyon komoly fesztivál volt, és hát azért Andika megcsillogtatta a hangját, és Andika 1000 nyelven beszél egyébként. Szerintem dél kínaiul nem tisztán, de többit az, hogy rendben van, és meg eszki volt egy picit töri, de tehát ott fantasztikus volt, hogy felmet a színpad, és a német közösséget megőrített a dumával. Tehát amiket ott Holland Jazz, nem azt, hogy majdnem ugyanazt átnyomta, sőt, szerintem megspékelte. És nagyon nagy buli volt, tehát ez gondolj benne egy német blues fesztiválon főzenekarnak rendezni, nagyon megtiszteltetés. És hát Andika nagyon korrekt, itt ezt a színpad dolgokat, én tudod, magyarul hiába pofáztam, mi értettük, és ő meg ezt tánolta a népnek. De egyébként a zenekarra volt már, voltunk Stuttgartban, a konzulátuson játszottunk, annak idején egy másik formációban, Erdélyben volt turnénk, és a Szlovákiába készülünk, de hát azóta ezeket a német vonal, meg az Erdély vonalat is természetesen melegen tartjuk, úgyhogy fogunk oda ismerni, de hogyha itt vagyunk a Vidrócki csárdában, akkor azért értek el, mert az havonta egyszer biztosan működik, oké? És akkor szerintem Sanyi barátom mondja még egy pár szót, mert neki is elég kalandos az élete, és egyébként fantasztikus birkózó volt a Sanyi barátom, már volt a birkózó volt, nagyon nagy tehetség volt a maga idevé, és hát a lányom országjon most is jól birkózik, de hát ez azt mondom, nem ilyen meg a díjazák. Tehát maradjuk annyi volt, és Sanyi barátom azóta a vastagfúrókat bűvel, és nagyon remekül. Nekem az volt az érdekesség, hogy 4 éves korom óta nagyon sok mindenben kilettem kiáltva tehetséggyanús embernek. Rajzolni még most is rajzolok, meg... Bocsánat, egy kicsit fejtsd mert profi rajzol, tehát rajzolom. Hát nem, kicsit rajzolom, a Varga stúdióba végeztem animátor tanfolyamot, és aztán dolgoztam is egy ideig, az csodálatos volt, egy ideig dolgoztam. Több rajzfilm stúdióba is. A legszebb az volt, hogy a Varga stúdiónak volt egy alapítványa, a Minoress alapítvány, és ott én voltam az animátor meg a rajzoló, és ott én egyedi filmeket csináltunk meg. De mindegy, szóval azért kezdtem ezt el, mert nagyon sok mindenben ki volt. Én fotóztam, és nagyon sok mindenben sportoltam, és 15 évig birkozó voltam, és nagyon sok mindenben kilettem kiáltva ilyen tehetséggyanús embernek, de az, ami hogy igazán vég, ami úgy szenvedésen végkísérje az egész életet, az a zenélés. Az nem tudom, az pedig majdnem, hogy azt kezdtem el a legkésőbb, a többihez képest, mert az is most már 39 éve van, és nem tudom. Annak idején, az is érdekes, annak idején 10 éves srácként sokan csúfoltak, mert én a bluesnak a tradicionális változatait hallgattam, tehát John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Champion Jack Dupré, meg ilyenek, és ezt, akkor ezt furcsán néztek, most már mindenki úgy tesz, mint a blues szakértő lenne.
Engem annak idején sokat... Mi vagyunk. De igen, csak mi, igen, igen. Annyi mindenben foglalkoztam. Bragyóval úgy ismerkedtem meg, hogy statisztáltunk filmben, a kedvesével, és akkor volt egy buli jelenet, ahol nekünk bulizni kellett a kamera előtt. És akkor a poénkodott a kedvese, hogy hát én azután tényleg megyek bulizni, mert a férjem játszik, én meg rögtön, na, várj egy kicsit. Mit is mondtál? Nekem nagyon kéne egy, hát itt a telefonszám hívta, felhívtam a Bragyót, és akkor mondta, hogy nincs semmi probléma, gyere el a Dorszba, és megnézzük, hogy mit tudsz. Így volt? Igen. És lementünk, és akkor a Dorszba az volt a lényeg, hogy civil ember nem is volt, csak csupa zenész volt a közönség, és akkor akárkit fel lehetett hívni, de ott nem lehet, a Dorszba nem lehetett kabuzni, mert csupa zenész volt, ők meg nem hülyék, de mindegy, ott én is fel lettem hívva jammelni, és hát azóta így, azóta elég sokat együtt vagyunk a Bragyóval. Futottál a széllel, s eljöttél hozzám egy éjjelsz. Mondtad, hogy jéghújt a napból, és nincs menekvés az örök fagyból. Én láttam, hogy döntetettek téged, és tudom, hogy miért fáj a szíved. Szeretlek a legjobb szerelemmel, hogy ne légy többé megáltozott ember. Aki csak vár és remél, mégis szóltam rá. Cigaretta füstjét fújtam.